köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Nemzetünk Kincsei című műsorában. Mai napi vendégünk Pádi Gyula úr, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Pádi Gyula egy villamosmérnök, aki 11 éve foglalkozik mágnesterápiával, és neki kezdett különböző gépeknek a létrehozásához, amelyeket szeretnénk most itt bemutatni, illetve ezekről a gépekről egy picit megmagyarázni, hogy miért jobbak ezek a gépek, mint az, ami pillanatnyilag a palettán találhatóak. Parancsolj, Gyulám, tiéd a szó. Én is szeretettel üdvözlöm mindenkit, téged is. Körülbelül 10-11 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni mágnesterápia készülékek fejlesztésével. Orvos barátom kért meg arra, hogy készítsünk olyan készüléket, aminek remélhetően nincsenek káros mellékhatásai, viszont segítenek egy kicsit javítani a keringést, segítik az élettani funkciókat, és felhasználó barát, tehát egyszerű a kezelése, és bárki számára könnyen hozzáférhető, elérhető, tehát olyan kategóriába is tartozzon, hogy bárki megvehesse ezt a készüléket. Engedd meg egy kicsit, hogy belemenjek a múltodba. Hogy jött egyetemben arra a gondolatra, hogy te a mágnesességgel foglalkozzál, és a mágnesnek a hatására a biológiai lényekre, tehát az emberre, ez megelőzte valami tanulmány, vagy valami tapasztalat, vagy utána olvastál, hogy ez egy esetleg egy terápiának egy újfajta alapeleme lehetne. Hogy kezdtél te ehhez hozzá? Mi volt az indítéka ennek az egész területnek? Villamosmérnök vagyok, elektromos készülékek, elektronikai készülékek tervezésével, gyártásával foglalkoztam mindig. Életemből körülbelül olyan 35-38 évet szenteltem a különböző mágneses jelenségek kutatásának. Uh-huh. És mondom, körülbelül 10-11 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni az emberek számára is használható mágnesterápia, pulzáló mágnesterápia készülékek fejlesztésével. Most hát kérdezett tőled meg egy dolgot, ami most teljesen eltér attól, amivel ide jöttél, de mint egy mágnessel foglalkozó ember, hallottál te a Keshe alapítványról. Ő egy Angliában élő perzsa származású ember, aki egy egész intézetet vezet, és ott a földgravitációnak a neutralizációját magyarázza a mágnesesség útján. Ezek szerint ezekről a dolgokról nem hallotta, nincs róla tudomásod. Hasonló dolgokkal foglalkoztam én is, igen. Érdekes dolog ez a mágnesség, sok érdekeset lehetne ezzel kapcsolatban. A Keshe azt állítja, hogy az a fajta fizikum, amit mi tanultunk az iskolákban, a gimnáziumban, egyetemben, az úgy, ahogy van, el lehet dobni, mert aki megérti a föld mágnesességét és a gravitációnak, a neutralizációnak a teoretikus hátterét, az belátja, hogy ezt a fajta fizikumot el lehet a kosárba kell dobni. Érdekes filozófiai kérdéseket érintesz. Mágnességről gyakorlatilag semmit nem tudunk, a felszínt vakargatjuk. Mágneses jelenségeket mérünk, észlelünk, onnan próbálunk meg visszaszámolni, de azt, hogy mi maga a mágnesség és mi ez az egész, meg mi a gravitáció, az pontosan nem tudja, pontosan nem tudja megmondani. Ugye? Igen, uh-huh. igen. Egy érdekes dolog, mert a mágnesség az egy, felfoghatjuk úgy, mint egy nyitott struktúra. Szerencsére az anyagot, ami mágneses anyagoknak nevezünk, kívülről veszi körbe ez az erőtér. Ezért tudunk vele dolgozni, és ezért van interakció, ezért hat egymásra két mágneses anyag, ezért vonzza egymást, két mágnes, vagy taszítja egymást, két mágnes. Hogyha ez egy zárt struktúra lenne, és
az anyag belsejében menne végbe ez a folyamat, akkor a két mágneses anyag nem lépne egymással kölcsönhatásba. És magát a mágneses alapjelenséget nem értjük, de próbáljuk használni, próbáljuk kutatni ennek a... Te amikor a mágnesességet az orvosi területen kezdted fejleszteni, akkor már gondolom előtte ismertél bizonyos mágneses gépeket, amiket használnak az orvosi területen, nem? És akkor, elkezdted ezen gondolkozni, és akkor úgy fejlesztették. Természetesen, de ezeknek a konkrét fejlesztésével előtte nem foglalkoztam, inkább csak műkedvelő, érdeklődő szinten tanulmányoztam, ezeket használtam, ezeket érdekelt, de magam nem építettem ilyen készüléket, ez olyan 11 évvel ezelőtt kezdődött körülbelül. Mi volt az első gép, amit sikerült létrehoznod? Vagy csak most kerültél odáig, hogy most már készkészülékeket tudsz felkínálni? Ennek a mágnesterápia készüléknek az őseit építettem 11 évvel ezelőtt. Uh-huh. És aztán végül is teoretikusan akkor már összeállt az egész kép, vagy 11 éven keresztül kellett fejlesztened? Folyamatosan fejlesztjük a készülékeket, és ezek a készülékek a mai napig sincsenek kész a szószoros értelmében véve, mert a tapasztalatok alapján folyamatosan tovább fejlesztjük ezeket a készülékeket, folyamatosan finomítjuk a programokat, újabb funkciókat adunk hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy félkészkészülék, és nem használt. Ez nagyon jó használható készülék, tehát ebben az értelemben kész van, csak folyamatosan fejlesztjük mindig a kor igényeinek, a beszerezhető alkatrészeknek megfelelően, uram, bocsánat, még a divatnak megfelelően is, hogy illeszkedjen jobban a háztartásban. Mindig többes számban beszélsz, ezek szerint egy egész tím van, aki ebben neked együttműködik ebben a fejlesztésben? Az elektronikai fejlesztés és gyártást csinálom én, de természetesen egy orvosbarátom segít a élettani részében. Ő fogja össze pontosabban azt az orvosi csapatot és azokat a szakembereket, akik ebben a sérültségre vannak. Én a műszaki oldalán vagyok. Tehát ez egy csapatmunkája. És mutatnám ezt a gépet, amiről most beszélgetni fogunk. Ugye ez egy olyan gép, hogy asztalon nehezebben látni, fordítva. De itt lehet szépen látni. Fordítva. Így. Vagy így fordítva. Úgy fordítva, igen. Jobban lehet látni, hogy egy nagyon kis és egy nagyon könnyű kis gépecske. És hát rengeteg dolgot tud csinálni, ahogy nekünk a stúdió beszélgetés előtt nekem elmesélte, mi mindenre képes, hát tényleg fantasztikus dolgokat, úgyhogy most elemezgessük, hogy ez van egy ágy is még, ami hozzátartozik, és nem beszélve arról, hogy ezt így szépen a vonalja alá véve vihetjük bárhova a világba, és egy méter távolságban, mint egy búra körülveszi az embert egy mágneses tér, és kezeli. Amellett, hogy leteszem meg a magam mellé az asztalra, akkor kezel engem. Gyakorlatilag mindent elmondtál a készülőben, alaphelyzetben a mágneses terápia készülékeinket is, elég széles a skála, több mint 10 fajta készüléket gyártunk, tartozik egy 70 cm széles, 190 cm hosszú, kb. 2-3 cm vastag matrac, amit az ágyba lehet tenni, és nagyon büszkék vagyunk rá, azt hiszem talán a mai napig a miénk az egyetlen olyan készülék a világon, amelyiket beteszünk az ágyunkba, és ezen alszunk, és amíg alszunk, állandóan kezel minket a készülék. Tehát nem kell külön időt találni a kezelésre. Magamból kiindulva én egy nagyon lusta ember vagyok, de szerintem ebből a szempontból igen-igen átlagos. Van nekem is otthon szobakerékpárom, de azon a ruhákat tárolom inkább. Nem használom rendszeresen. És tudom azt, hogyha be kell programozni egy készüléket, hiába értek hozzá, nem fogom a videójátszott beprogramozni rendszeresen, macerás. Ugyanúgy tudom azt is, hogyha nem vagyok igazán beteg, és nincs feltétlenül szükségem arra, hogy kezeljem magam, mert ma éppen jó vagyok, mindig találok más elfoglaltságot, hogy ne találjak időt arra, hogy bekapcsoljam a mágnesterápia készüléket, előszedjem, megnézem, hogy ma milyen programot kell használni, mert meg vagyok fázva, fáradt vagyok, holnap nehéz napom lesz, mit tudom én, könyvből megtanulni azt, hogy milyen programot mikor indítsak el, utána pakoljak el, nincs rá idő. Ezért ezt a készüléket eleve úgy terveztem, hogy az én lustaságomat, az én igényeimet is nagyszerűen kielégítse. Tehát egyszer beteszem az ágyba ezt a készüléket, és soha többet nem kell hozzányúlni, a készülék automatikusan kezel, amikor alszom, amíg alszom, anélkül, hogy csak egy gombot is meg kéne nyomni rajta. Ez azt hiszem, hogy elég egyszerű. Igen, említetted, hogy az ember ez a gépbe van kapcsolva éjjel-nappal, és nyilván akkor kezel téged, amikor ráfekszel az ágyadra, az általában este van, vagy éjszaka folyamán.
Úgyhogy egész nap 24 órában megy a gép, és egy hónapon keresztül akkor talán 10 forinttal növeli meg az elektromos árköltséget. Körülbelül ennyibe kell az üzemeltetés, és gondolom, hogy ez a költség, ez nem olyan nagyon magas, bőven megéri. Hát a 10 forintos majd napokban tényleg semmit. Bőven megéri az, hogy cserébe viszont a nap bármelyik szakában, délelőtt, délután, napközben, este, bármikor, amikor lefekszem az ágyra, akkor anélkül bármit kéne csinálnom a készüléken, kezelni fog engem. Igen. És ugye mondtad, hogy az állításod szerint ez a gép arra képes, hogy a szervezetünknek a kapilláris rendszerét kitágítja, és akkor a vérellátást javítja, vagy a vérnek a viszkozitását is úgy változtatja meg, hogy nagyobb lesz a vérellátás. Kutatásaink szerint a mágnesterápia kezelések hasznossága, eredménye két fő csoportra mozható. Az egyik a megjavult keringés annak köszönhetően, hogy a kapillárisok egy kicsit kitágulnak, hogyha ezt egy mikroszkop alatt megnézik, fizikailag látszik, hogy picit nagyobb lesz az átmérőjük. Ezek a mágnesterápia készülékek egy picit javítják, csökkentik a vér viszkozitását. Ez azt jelenti, hogy könnyebben halad át a vére a megfelelő csatornán? Igen. Csak megfordítom annak, aki nem tudja, hogy a viszkozitás folyósabb lesz egy kicsit. Folyósabb lesz egy kicsit, nem híga, folyósabb. Igen. Azon kívül az összetapadt vörös véredényeket egy kicsit demagnetizálja, és külön-külön fognak húzkálni a vérben, nem tapadnak össze pénztekercs formájában. Így egy kicsit nagyobb felületen több oxigén sokkal könnyebben, jobb hatásfokkal vesznek fel, és jobb hatásfokkal szállítanak. A másik nagyon fontos paraméter, a sejten belül a mitokondriumok szeretik a számukra szükséges energiát körülbelül 6-10%-ban a környezeti mágnességből előállítani. Hogyha ezt nem kapják meg, akkor nagyon jól kompenzálják ezt rövid távon ATP konverzióval, de hosszú távon ennek károsak a mellékhatása. Ez is olyan, hogy ha 2-3 napig, 1-2 hónapig az ember nem kapja meg ezt, olyan nagyobb baja nem lesz, de hogyha 10-20 éven keresztül egy rossz életmódnak köszönhetően ezt játszik a szervezetből, akkor ennek a hosszú távú hatásai szépen összeadódnak, és akkor egyszerűen összefoglaló néven, gyűjtő néven, civilizációs betegségnek nevezett dolgok alakulnak ki. Ezeknek az elkerülésére, hogyha az embernek lenne ideje minden nap rendszeresen 5-6-8 órát sétálni, kerékpározni, lovagolni a természetben, akkor nem lenne szükség ilyen mágnesterápia készülékre, mert akkor metszenénk a Föld mágneses elővonalait olyan hosszú ideig, olyan számban, hogy a szervezetünk bőven megkapná ezt a számára szükséges mágneses energiát. Az evolúció során azok a élőlények maradtak fenn, azok szaporodtak tovább, azok voltak életképesek, akik megtanulták a környezetükben található összes energiaforrást, ha lehet a legjobb hatásfokkal használni. Legyen az akármilyen picike kis energia, bármilyen kis apróság. Sokszor legyintünk ilyenekre, hogy elhanyagolhatod. Ezek az elhanyagolható dolgok, hogyha szépen összeadódnak hosszú távon keresztül, akkor ezeknek a hatása nem is van elhanyagolható. Amikor erről beszélgettünk ugye a stúdió beszélgetés előtt, akkor ugye felvetődött bennem, hogy akkor miért más lesz, hogy én a házamon belül mászkálok itt jobbra-balra, miért kell nekem az esetleg 10 kilométereket biciklizni, de és mondtad, hogy csak akkor hat ez a mitokondriumokra, hogy a magnetikus metszőpontokon keresztül megy át a szervezet. Hogyha metszük a Föld mágneses erővonalait, és hogyha vasbetonházban vagyunk, vagy egy autóban, villamoson, buszon, akkor ez a Faraday karétka, igen, szépen leárnyékol minket. Hogyha egy vályogházban vagyunk, és a faltól falig rohangálunk 10 órán keresztül, akkor ott nem, a vályogház nem árnyékol annyira, tehát az igen, jó, csak viszonylag akkor unalmas. Akkor is azt kell hozzá, hogy legyen ott egy metszéspont. Nem, a földmágneses mezi az körülvesz minket, az a házakban is körülvesz minket, mindenhol. Igen, de hogyha nincs magnetikus hullámkülönbség mondjuk a faltól falig, akkor nem vagyunk meccés. Erővonalak vannak mindenhol, és akárhol mászkálunk, az jó, csak kizület rohangálni faltól falig egy szobában, azért az nem annyira élvezetes, egy picit unalmas. Hogy sikerült bebizonyítani azt, hogy a magnetikus erő, térerő, az így hat a mitokondriumokra? Én ugye 79-ben végeztem az orvosi egyetemet, erről én az egyetemen soha nem hallottam, csak hát ugye azóta rengeteget fejlődött a világ, meg ezek az elméleti dolgok is. Én egyetemista koromban még magnetikus kezelésről nem nagyon hallottam. Lehet egy kicsit csúnya? Persze.
nem gyógyszergyárak finanszírozzák, túlnyomó részt a tankönyveket, amikben tanítványkéteket az egyetemen? Logikus, hogy azok, és ez nyilván befolyásolják is az orvosoknak a gondolatmenetét, mert ugye rákényszerítik. Igen, a másik az, hogy a mágnesterápia az nem egy durva beavatkozás a szervezet működésében, nem olyan, mint egy műtét, nem olyan, mint egy nagyon erős gyógyszer. Uh-huh. Egy ilyen mágnesterápia kezelésnek is van hatása a szervezetre, de korrekt módon tényleg ennek érezni a hatásosságát és az eredményét, hosszú távon néhány hét, néhány hónapos kezelés után lehet. Ez egy finom beavatkozás a szervezetnek. Ez olyan, mint hogy az ember, hogyha ha a sötét szobában él heteken, hónapokon keresztül, depressziós lesz. A fényre szükségünk van. Most mondhatom azt, hogyha pár olyan... Sőt, a depressziót fénnyel kezelik is. Szóval ez egy kezelési séma. Fényterápiának hívják. Igen, és ott is nehéz kimutatni közvetlenül a fény élettani hatását. Most nem az UV-fényről beszélek, ugye, hogy lebarnul a bőrünk, nem a D-vitaminről beszélek, hanem a normál fehér fényről. Ennek is van élettani hatása, és ez is mennyire egy műsért. Hasonló módon a mágnesterápia. Most hát kérdezek meg egy dolgot. Én a 80-as években, amikor még Münchenben éltem, volt szerencsém egyszer egy úgynevezett tiltott tanulmányoknak egy előadásán részt venni. Azért voltak ezek előadások tiltottak, mert egyrészt nem mutatkoztak be az előadó professzorok, mert általában katonapolitikai dolgokat is érintettek azok az elméletek, amiket ők ott előadtak. Hát leginkább ezért voltak tiltott ezek az előadás. És ott volt egyszer szó az elektromagnetikus térerőnek a hatása a biológiai lényekre, hát nyilván leginkább az emberekre volt ez kihegyezve. És ott mondták, hogy az agyunkban van egy úgynevezett dobozmirigy, vagy másképp corpus pineale, amelyek elektromikroszkópon állítólag pici kis lemezkéket tartalmaz, és ezek a lemezkék átveszik az elektromagnetikus térerőnek a frekvenciát, ugyanabban abban a frekvenciában mozognak, vagy remegnek. És ennek a dobozmirigynek, ez végül is körülbelül úgy működik az egész szervezetben kivetítve, mint egy dirigens, mint egy karmester, és ennek a térerőnek a változtatásával végül is kihatás lehet ez a dobozmirigyon keresztül az idegvégződések közötti információ átadásra, mind kvalitatív, mind kvantitatív szinten. Az azt jelenti, hogy egy megváltoztatott térerő mellett egy ugyanolyan behatás, esetleg másfajta agyi feldolgozás fog jelenteni. Most katonailag rá tudok sugározni a területre egy olyan elektromagnetikus frekvenciát, hogy a katonák leteszik a fegyvert. Vagy mit tudom én, hogy egy olyan reakció, ami neked esetleg szeretetet váltana ki, egy olyan akció, egy olyan reakciót váltana ki belőled, egy megváltozott elektromagnetikus frekvencia mellett esetleg egy gyűlöletet fogsz érezni. Vagy esetleg egy sárga szint, egy megváltozott frekvencia mellett már kéknek vagy zöldnek fogsz érzékelni. Na most, ezek rémizgalmas dolgok, és ott szóltak arról, például, hogyha valakit kilőnek egy rakétán a világűrbe, és nem biztosítja a rakéta megfelelő elektromagnetikus térerőt a űrpilóta körül, akkor ez az ember két hét után kezd megőrülni. Szóval egyértelműen nagyon komoly hatás van a szervezetünk sejtje, illetve az egész komplex szervezetünk és az elektromagnetikus térerő között. Tudod-e ezzel a géppel célirányosan változtatni a frekvenciákat? Ez egy nagyon érdekes kérdés és érdekes kutatás. Én a katonai és ilyen más gondolatokat befolyásoló kutatásokkal nem foglalkoztam. Én ennek az egyszerű bélettani hatásaival foglalkoztam és foglalkozom. Ha már ennyire előre szaladtunk, akkor én most azzal foglalkozom, hogy olyan frekvenciatartományban működtetni ezt a készüléket, ami az alvás közben mérhető agyhullámokkal analóg, azzal nagyjából szinkronban van, és ezzel se lehet segíteni egy kicsit a mély alvás. Ezekről a kutatásokról most mélyen nem szívesen beszélnek, mert ez még eléggé gyerekcipőben jár, még csak most kezdtünk el vele foglalkozni, de ígérem, hogy néhány hónap múlva egy következő riportban nagyon szívesen beszélek ezekről. Ezek a kutatások meg vagyok fertőzve ezzel az elektromagnetikus dolgokkal, ezeket az előadásokkal. Ugye tudomásom szerint a Földnek is van egy saját elektromagnetikus frekvencia, ami volt, hogy 7 frekvencia, 7-es frekvencia volt, és általában most folyamatosan emelkedik. Erről van-e valami tapasztalatod?
És kell-e esetleg utána állítani ezeket a gépeket, mivel a Földnek a frekvenciája változik? A Földnek a mágneses mezeje most pont egy gyengülő fázisban van. Nem sokára egy mágneses sarok zsereváltás lesz. Ez nem sokára most csökken? Igen, ez lehet 30 ezer évtől akár 2 millió évig is, tehát nem kell attól félni, hogy holnap puf, megszűnik a mágneses mező. Érdekes, hogy amikor ez a pólusváltás bekövetkezik, akkor fajok kipusztulnak, és újabb fajok számára lesz élettér, és ilyenkor jön egy ilyen nagyobb váltás. Most egy ilyen gyengülő stádiumban vagyunk, a Föld mágneses mezője véd meg minket a kozmikus sugárzástól, a napszéltől, sok mindentől, erre szükségünk van. És ha már erről beszélünk, akkor mi pont ugyanolyan hatással hatunk vissza a Föld mágneses mezőjére, mint amilyen hatással a Föld mágneses mezője hat a mi testünkre. És egy nagyobb nagy rendszernek, egy teljes kozmikus rendszernek vagyunk mi is a részei, és a távoli galaxisokból érkező pulzárok sugárzásai és hatása vannak ránk, és mi is úgy visszaadtunk rájuk. Hát a kölcsönhatás az ő oldalukról egy kicsit erősebb, de az apró kis hatásokat, ellenhatásokat nem szabad elhagynak. Ez mint a pillangó effektus, hogy biztos ismered, hogy a pillangó csak oda szárnyával a másik földrészen lehet, hogy egy tornádó lesz, mert egy picit megváltoztat valamit, azzal a következő lépésben egy másik helyen változtat meg egy picit, és elindít egy folyamatot. Tehát kölcsönhatásban vagyunk a környezetünkben, mi emberek is hatunk egymásra, van kölcsönhatás közöttünk, és úgy visszahatunk a természet, hogy a természet hat ránk. Ez lehet természetes eredetű, mint a Föld mágneses mezője, lehet mesterséges eredetű, aminek egy részét elektroszmognak hívjuk, annak lehet káros hatása, lehet pozitív hatása a szervezetünk, ezek nagyon bonyolult kölcsönhatások. Ezt nem lehet egy néhány percben És én neked már mondtam, hogy én nekem volt egyszer egy lehetőségem egy ortopédus kollégánál ráfeküdni egy ilyen elektromagnetikus ágyra, csípő problémáim voltak. Ráfeküdtem, és aztán egy jó fél órát, vagy 3-4 órát feküdtem, és abszolút egyértelműen éreztem, hogy a kezelés, szinte rövidesen a kezelés után javult a helyzet. Nyilván valószínűleg úgy lenne az egésznek érdemes, hogyha hosszú távon keresztül ezt a kezeléseket csinálom magamnak, lehet, hogy akkor véglegesen elmúlt volna a problémám. Mennyivel tud a te géped esetleg többet, mint amit most jelenleg a magyarországi paletta található? Miben más ez, amit te csináltál? Igazán pontosan, exakt módon tudományosan megtervezni egy mágnesterápia kezelést nagyon nehéz, majd, hogy nem lehetetlen. Mi is abból indultunk ki, hogy NASA-nak, más cégeknek, konkurens gyártóknak a tapasztalatait is figyelembe véve, mi is nagyon sok mérést végeztünk, nagyon sok kísérletet végeztünk, azokat összegeztük, statisztikai úton kiértékeltük, és úgy állítottunk össze olyan kezelési algoritmusokat, amivel nagy biztonsággal mondhatjuk azt, hogy ez a fajta algoritmus, ez inkább immunerősítő program, a másik fajta algoritmus az inkább egy sebgyógyulást vagy csont összeforrás segít, de igazán exakt tudomány erre nincs, az tapasztalati úton lehet nagyon sok kísérlettel. A másik, ami egy sajnos általános félreértés, és nagyon sok cég is beleesik ebbe a hibába, és félrevezheti az embereket, amikor olyan terápiákat adnak, hogy most csak mondok egy példát, 15 Hz-es 100 mikroteszlás mágneses mezővel kezelve 8 percig valakit el fog múlni a fejfájása. Ez nem igaz. Ennél messzebb semmi nem lehet a valóságtól. Az emberi szervezet az nem ennyire szelektív. Nem tud ilyen éles különbséget tenni különböző frekvenciák és mágneses intenzitások között, és akik ilyeneket mondanak, azok nincsenek tisztában a pulzáló mágneses mező élettani hatásával. Az emberi szervezet is egy elektromosan nagyon jól vezető anyag, elektrolitok, szövetek összessége. A pulzáló mágneses mező hatására kis örvényáramok fognak kialakulni a szervezeten belül. Ezek át fognak folyni a szöveteken és a sejteken. Ennek az elektromos áramnak a nagy része hővé fog alakulni. És meg fog változni a szövetek hőmérséklete. Az, hogy melyik szövetben... Növeli a hőmérsékletet a szöveteknek? Hát
Az energia a hővé alakul, igen. Igen. Az elektromos áramhatása, egy egész pici, de itt ilyen 10 Celsius fokról beszélünk, még annyira se 100 Celsius fokokról, nagyon-nagyon picike hőmérséklet változásokról, de a szervezet ezt nagyon jól tudja érzékelni, és erre van egy válaszreakciója. Javítja a keringést egy picit, próbálja kompenzálni ezeket a változásokat. Az, hogy melyik szövetben hány százaléka alakul hővé, ez attól függ, hogy elektromosan milyen az impedanciája ennek a szövetnek. Tehát a csonton más nagyságú áram fog folyni, mint az izomszöveten, vagy a vérben, vagy a bőrfelszínen. A elektromos áram egy része pedig elektrolízisben, elektrokémiai folyamatokban fog részt venni. És ezeknek a hatásoknak az összességéből tudjuk kiszámítani azt, hogy milyen hatása van a szervezetben. És ezzel a gépeddel nem csak magnetikus, hanem elektromos áramot is közvetítesz a szervezettel? Az elektromos áram közvetlenül ebből a készülékből nem jut be a szervezetbe, hanem a változó, pulzáló, elektromágneses mező annak hatására keletkezik elektromos áram a szervezetben. Igen. Ez egy közvetett dolog. Igen. Vannak olyan készülékek is, ahol közvetlen elektromos árammal kezelnek, ott meg kell fogni egy vagy két elektródát, vagy az ember kezére, lábára rácsüktetnek valamit, és akkor elektromos áram közvetlen átfolyik a szervezeten. Azok másfajta készülékek. Nálunk nincs ilyen közvetlen elektromos kontaktus a készülék és az ember között. Most mondjuk például egy elképzelést, ami ugye teoretikus szinten vetítődik most bele a szemem előtt. Ugye ismerem a Horváth István professzor úrnak a éremeszesedés elleni oltását, ami ugye ő azt állítja, hogy a injekciói hatására egy belátható időnet körülbelül egy év alatt az erekről szépen molekulára molekulára eltávolodnak a koleszterin molekulák, és akkor kitisztulnak erek, és helyreáll a vérkeringés. Ez inkább egy kémiai folyamat. Egy kémiai folyamat. Egy immunológiai folyamattal magyarázza az egész dolgot. De ugye ennek a kezelésnek van egy felfutás ide, ez egy év. De viszont vannak olyan emberek, akiknek olyan súlyos elváltozásai vannak a vérkeringésében, akár biztos láttok már üszkös lábat, ugye, akik már elhalások vannak a bőrfelületén, sőt a mélyebb területek is nem egy, akiknek az egy év kivárás, azért az egy hosszú idő, és azért elég sokat kell akkor szenvedniük. Akkor ezeknek esetleg ez egy áthidaló megoldás lenne, ugye, ameddig az az oltóanyag kifejti azt egy év után azt a kívánt hatását, akkor azoknak ezzel lehetne segíteni, hogy azonnal legyen valami pozitív effektusuk a vérkeringésnek a helyreállításában, még akkor is, amikor még ott van az érelmeszer, és mégiscsak tágítja amellett is az ereket, úgyhogy azonnal elindulna valami javulás. Egész addig még az érelmeszer és elleni oltóanyag kifejti meg maximálisan a hatását. Úgyhogy ezt a kombinációja valószínűleg egy jó dolog lenne. Nem? Ez nagyon jó, igen, és szerencsére mind a két terápia jól működik önállóan is. Egymást károsan nem befolyásolják, sőt egymás katalizátorai segítik egymást. Nagyon jól használható a két terápia együtt, igen. A oltások, injekciók hatására leváló, érfalról leváló anyagok anyagokat jobb hatásfokkal szállítja el a vér, a nagyobb átmérő ereken keresztül jobb a keringés, és pontosan ezekhez a terápiákhoz, ahol ennyire súlyos esetekről beszélsz, nagyon jól használható a mi készülékünk, mert azt tudni kell, hogy ha valaki elmegy például egy ilyen helyre, ahol kap egy ilyen mágneses kezelést, biztos, hogy nagyon jól fog használni, és biztos, hogy nagyon jó eredményeket fognak vele elérni. Káros mellékhatások nélkül, mert eddig a világon sehol nem tapasztalt még senki káros mellékhatás semmilyen hasonló mágneses terápiás kezeléssel kapcsolatban. Viszont azt tudni kell, hogy ha a kezelőhelyiség hőmérséklete nem 100%-osan ideális, nem pont olyan, mint a test hőmérséklete. Vagy az ember csak egy egészen picikét és stresszes, az bőven elég az, hogy az ember az órát néző, hogy gyerekkel kell menni az óvodába. Ez majd egy enyhe stressz állapot. Akkor a szervezet összehúzza a kapillárisokat, és nincs olyan mágnes terápia, ami ezt a reakciót felül tudná írni. És így a mágnes terápia nem tud 100%-os hatásfokkal működni. Azért terveztük úgy ezt a készüléket, ezt a készülékcsaládot, hogy a matracot betesszük az ágyba, és akkor kezel minket, amikor otthon a saját ágyunkban alszunk. Főleg, hogyha valakinek ilyen keringési problémái vannak, valószínűleg többet fekszik otthon az ágyában, mint egy átlag ember, többet pihen, beteg.
sok esetben ágyhoz kötött. A saját ágyában, a saját takarója alatt a legideálisabb a testi hőmérsékletemet, ahhoz szokott hozzá az évek során. A saját takaróját szokta meg, olyat vett, azzal nőtt össze. Otthon érzi magát az ágyában. Otthon érzi, pontosan. És ott a legstresszmentesebb az ember, amikor otthon alszik. Tehát az otthoni kezelés akkor a saját ágyban, amikor az ember alszik ráadásul, akkor a legnyugodtabb, a legstresszmentesebben, akkor nem nagyon gondolkozik, akkor teljesen nyugodt. Akkor ezek a mágnesterápia kezelések legalább 2-3-szor jobb hatásfokkal működnek, mint bármilyen más körülmény között. De hangsúlyozom, hogy az egyéb terápiák is, amely az ember egy ilyen kezelőhelyre és ott kezelik, ott is nagyon jó eredményeket lehet elérni, de sokkal jobbat, nagyságrendekkel jobbat otthon. Hogyha összeadjuk azt, hogy ez ráadásul kényelmes, nem kell külön időt fordítani rá, még ezt a faktort is figyelembe veszük, és azt, hogy mennyivel jobb hatásfokkal működik, akkor ez feltétlenül jó. Van egy olyan konkrét esetünk, ahol egy cukorbetegnek a lábujját akarták amputálni már, és volt még egy néhány hét a műtétig, nem volt annyira sürgős az eset, és elkezdte használni a mágnes terápia készüléket, és először néhány héttel, két hónappal, végül fél évvel elhasználták a műtétet, és végül nem kellett levenni a lábujját. Ha ami, igaz, ami akkor még az inzulin cukorbetegség is javult. Igen. Érdekes, hogy olyan betegségek esetében is lényeges javulást diagnosztizáltunk, amiről nem gondoltuk volna, hogy összefüggésben van a mágnes terápiával, de hogyha minden sejt jobban... Tudsz ilyen betegséget mondani, hogy mi volt az, akire gondoltak? Nem csak sebgyógyulás, például a cukorbetegség, amiről beszéltünk. Szóval arra sem gondoltak, hogy erre fog hatni. Én nem gondoltam rá, hogy cukorbetegségre fog hatni, de hogyha az ember arra gondol, hogy a javuló keringésnek köszönhetően minden sejt jobban működik a szervezetben, akkor amit a szervezet szabályoz, önmaga azt mindent jobb hatásfokkal fog végezni. Van erre valami adatotok, hogy az immunrendszernek a stimulálását képes végezni? Vagy azt javítja az immunrendszert? Három olyan barátunk, ismerősünk, aki használja a mágnes terápia készüléket, és amikor kérdeztem őket, hogy mit éreznek, hogy érzik magukat, mondták, hogy semmit nem éreznek. Uh-huh. És kiderült, hogy valahogy kísérteties módon pont azóta nincsenek allergiás rohamaik, mióta használják a mágnes terápia készüléket, és mondja, hogy nem érzek semmit. És mondom, allergiás rohamod volt? Uh-huh. Hát az nem, mióta? Hát kb. 3-4 éve. És mióta használtam a matracot? Hát kb. 3-4 éve. Uh-huh. És nem látsz összefüggést a kettő között? Igen. Szóval ez a jó, amikor nem tudják megmondani, hogy... Mitől lettek egészségesek, ugye? Nem is veszi észre, mert nem gondol arra, hogy... Összefüggés. A jót könnyen megszokja az ember, igen. Kedves Gyula, nekem mondtad, hogy ebből a fajta gépből több kategória van a piacon. De egy ilyen hétköznapi, otthoni alkalmazásra melyik gépet javasolnád, és az körülbelül mennyi, milyen a hozzáférhetősége? Van egy ilyen méretű, ez a legkisebb fizikai méretű kis készülékünk, amiben egy olyan programcsalád van beépítve, egy olyan algoritmus család, ami hetente más algoritmussal kezel, tehát egy hétig fut egy algoritmus, következő héten más, ezt 4 hétig csinálja, 5. héten tér vissza a legelsőhöz, azért, hogy a szervezetnek ne legyen monoton, ne szokjon hozzá a kezelés, az, hogy mindig friss kezelést kapjon. De ez egy ilyen általános keringést javító, roboráló, immunerősítő. És ahhoz is hozzá kapcsolható az ágy? Igen, minden készülékünk jár egy matrac, amit az ágyba kell tenni. Igen. Egy 70 cm széles, 190 cm hosszú matrac, tehát ez egy normál matrac. Sőt, a mindegyik készülékünk érhető úgy, hogy két matracot lehet hozzá csatlakoztatni. Tehát, hogyha papa, mama használja otthon a készüléket, akkor elég egy központi egységet megvenni, és két matracot meg tud vele hajtani. Sokkal gazdaságosabb úgy megvenni. És ez elemmel működik, vagy ez be kell dugni a konnektorba? Hálózaton működik. Lehet hozzávenni, gyártunk hozzá akkumulátoros egységet is, hogyha valakinek erre van igény. 12 voltra megy, tehát autóakkumulátorról is használhatunk minden további nélkül, van olyan csatlakozónk is hozzá. De alaphelyzetben a tápegységet javasoljuk, hasonló, mint egy telefonhoz a töltő, be kell dugni konnektorba, és akkor... Most ez mennyivel tud többet, vagy mennyivel más ez a nagyobb gép? A legkisebb készülékünk az beépített alapprogramot tudja, tehát hetente változó algoritmussal.
az összes többi készüléken vannak kézindítható programok, illetve visszajelzők. Ez a legkisebb, ez mennyibe kerül? Ez a legkisebb, ez 180 ezer forintba kerül. Igen. Egy darab matraccal, oltáskával, tápegységgel az alapkészülék. Az összes többi készülékünkön vannak kézindítható programok, hát értelemszerűen a programok nevéből immunerősítő, igen, relaxáló, igen, anyagcserejavító programok, amiknek az elindításakor félreteszi az esetlegesen éppen futó automatikus programot a készülék, uh-huh, lefuttatja ezt a programot, utána automatikusan visszaáll. Igen. Annyira okosak a készülékek, az összes készülékünk, a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy amikor az ember ezt bedugja a konnektorba a készüléket, még csak be sem kell kapcsolni, mert alaphelyzetben bekapcsolt állapotban van a készülék. Uh-huh. Ezzel a piros gombbal ki lehet kapcsolni, utána újra be lehet kapcsolni. Ezt azért terveztem így a készüléket, hogyha esetleg áramszünet van napközben, és visszajön az áram neki, még csak azt sem megnézni, a készülék bekapcsolt-e magától, uh-huh, bekapcsol magától. Pont azért nem is kell foglalkozni ezzel a kapcsolgombbal. Semmi nem kell. Hol látja az ember, hogy be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva? Természetesen egy kis lámpa világít rajta, amikor be van, okay, kapcsolva. Yeah. Van rajta egy pici kis hangjelzés, ami minden kezelés elején és végén egy pittyenő hangot ad. Ezt ki lehet kapcsolni, hogy éjszaka lehessen tanyugodtan aludni ez a vajon. És csak akkor, hogyha az ember éppen kezeli magát, és tudja, hogy mikor van vége a kezelésnek, akkor tudja, de le lehet kapcsolni. Ez a nagyobb igében, hogy különböző plusz programokat lehet még bekapcsolni, ezek milyen árba, milyen árrelációba kaphatók meg? A legnépszerűbb készülékünk az R100-as, a rehabilitációs készülékünk, az 380 ezer forint, és annak van ez az a picit nagyobb változata, az egy picit kisebb ennél. Igen. Ez az egy olyan készülékünk van, ez most a legnépszerűbb, ezt szeretik a legjobban az emberek, amiben van egy beépített tekercsös ebben a készülékben. Tehát hozzá lehet csatlakoztatni ugyanazt a matracot, mint bármelyik másik készüléket, és akkor ezzel kezel. Hogyha a matracot kihúzom a készülékből, akkor a készülék bekapcsolja a saját maga tekercsét, és saját maga állít elő egy mágneses mezőt, és ennek a készüléknek az egyméteres hatótávolsága van, tehát elől a hátul alul fültest, mint hogy melyik oldalon. Egy méter vagyok a készüléktől, akkor hatám ez a mágneses mező. Ezt a készüléket azért terveztem így, hogyha valaki sokat utazik és magával akarja vinni a készüléket, akkor nem kell az egész matracot magával vinni, bőven elég azt a két-három bőröndöt magával. Ez azt jelenti, hogy én most, hogyha ülök ezen a széken, ugye, és ide magam mellé teszem ezt a gépet bekapcsolva, akkor teljesen tetőtől talpig bekerülök ebbe az egy méteres távlatba, ebbe a golyóba. Pontosan. És az egész testem a magnetikus térerő alatt van. Igen, a mágneses terápia kezelésnek van egy olyan érdekes tulajdonsága, egy olyan érdekes dolga, hogyha egy olyan tekercset építek, hogy ami csak kifejezetten mondjuk az egyik kezemre, az egyik lábamra hat, kis tekercset készítek, akkor az egész szervezetben javulni fog a keringés, ugyanúgy, mint hogy az egész szervezetemet kezelném. Nem 100%-osan, tehát jobb egy egész patracon feküdni, de hogyha mondjuk a bal lábamat kezelem, akkor a jobb kezemben is érezhető lesz a keringés javulás. Nem úgy, mint hogyha az egész testemet kezelném, de azért a keringés javulását az egész szervezetben lehet érezni. Tehát nem kell arra nagyon figyelni, az egész testem pont benne legyen az egyméteres... Most meséltél nekem még itt a riport előtt, hogy egy gépről, ami még nincs forgalomban, de egy ilyen kerek alakú magnetikus gép, amivel az embernek, hogyha beteszi a valamelyik végtagját ebbe a gépbe... Erről nem beszéltünk, hogy erről beszélni fogunk ma. Erről akkor mire beszéljünk most? Most már késő. Nem, most kivághatom. Nem, benne maradhat. Nem azért mondom, csak ez még már működik, prototípus. Most lesz szépen felöltöztetve, és most lesz majd olyan barátságos kivitelben, ami már eladható, és a szemnek is szép lesz, de a prototípus már nagyon jól működik. Szóval beszélhetünk róla. Beszélni lehet róla, csak... Ugye azt mondta, hogy ez adna egy nagyon komoly lórugást a kezelésnek, és utána ezzel lehetne folytatni otthon a... Igen, hát a lórugás az nem kifejezetten szakszó, mondjuk tudom, egy orvosi kezelés. Jó, rendben van. De igen. De mondjuk, hogyha valaki azt hallja, hogy egy lórugásnyi energiát kapsz, hogy meggyógyuljál, akkor ennek is örülne az ember. Igen. Az egy borzalmasan erős, hagyd ne beszéljek akkor konkrét számokról, jó? Jó, hát csak én... Csak annyit, hogy nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon érdekes mágneses mezőt állít elő, aminek az a hatása a szervezetre, hogy bizonyíthatóan, mérhetően körülbelül 20%-kal csökkent a vérviszkozitását. Nem tudja, valaki kapna egy jó nagy adag vérhígítót, csak, igen, ennek nincsen semmilyen káros mellékhatása, nem kell bevinni vegyszert a, igen, szervezetbe, nem kell injekció, nem kell tabletta, nem kell semmi.
és nagyon-nagyon gyorsan, perceken belül, 5-8 perces kezelés alatt javítja ennyivel a keringést. Ezt a készüléket, ezt nem fogjuk valószínűleg forgalmazni kiskereskedő forgalomban, ez megmarad. Intézeti kezelésnél, kórházakban, orvosi felügyelet mellett. Ha már ennek sincs káros megyekhatása, tehát ha valaki venni egyet és hazavinni, nem tudna vele kártakozni sem magának, se senki másnak. Nincs káros megyekhatása, teljesen biztonságos a kezelés is és a készülék is. De azért ezt már szívesebben adom orvosnak, szakembernek, hogy figyelje a beteget, aki ez ugye használja. Nagyon nagy fokban tudod javítani a viszkozitást, azért annak lehet azért veszélye is. Gondold el, hogy valakinek, mit tudom én, nagyon magas a vérnyomása, és haramos arra esetleg, hogy megrepedjen, ugye egy magas vérnyomás is. Orvosi felügyelet kell használni. Itt kell az orvosi felügyelet. Persze. És a legjobb, legcélszerűbb az, hogyha valaki vesz vagy bérel egy ilyesmi készüléket, hazaviszi, azt otthon használja és eljár kezelésre orvoshoz. Ha most mondtad, hogy ha vesz vagy bérel. Igen, vannak bérleti konstrukcióink is, igen. Ezt nem velem kéne megbeszélni, hanem a sales menedzserünkkel, aki a marketing és a sales-en foglalkozik. Most még, ami most teljesen a mágnestől eltérő, tudom azt, hogy neked az édesapád is feltaláló volt. Illetve foglalkozott olyan dolgokkal, ami... Orvos volt és biokémikus, igen. Igen. És te nekem meséltél egy csokoládéról, ami még rá lehetne fűzni erre a riportra végszónként, mert egy olyan hihetetlen érdekes csokoládé, mert állítólag akár 10-20 éve meg tudod hosszabbítani az ember életét. Ezek azért így meredek kijelentések, és a patkányok nehéz kontrollálni azt, hogy csak egy életem van, és hogyha igen, két életem van, és párhuzamosan életem a kettőt egymás perc, négyiket ezzel másikat elérjük, akkor... Statisztikailag tudsz azért bizonyos... A patkányoknál ugye sikerült elérni, hogy a patkányok jelentősen tovább éltek. De akkor meséljük el, hogy miről van szó. Meséljük el, hogy miről van szó. Mert csak pont lényeget nem. Én csak most beleültem, hogy ezt fölcsigázzam a kíváncsiságot. Szóval egy olyan csokoládéról van szó, amelyik esetleg hosszabbítja az életet, nem is kicsit. Édesapám dolgozott, ő orvos volt és biokémikus, és ő foglalkozott a humussal, vagy gyakorlatilag majdnem egy életen át. Igen. Most mondjuk meg, hogy mi ez a humussal, mert meggyőződésem, hogy meg zömmel nem tudja, hogy mit akar ez a szó. Csúnya kifejezéssel élve, a föld alá bekerült növényi részek, baktériumok által lebontott kisebb szerves molekula darabjai. Ez így nagyon csúnyán hangzik, tudom. A skála egyik végén vannak az őserdők, a skála a másik végén kb. 4 millió év múlva pedig a fekete szén. Igen, közti termék. Amikor bekerül a föld alá sok növényi rész, a fákat alkotó cellulóz, enzimek, fehérek, mint amiből a növények állnak, ez baktériumok szép lassan lebontják. Lesz belőle először tőzegnek hívják, barna szén, fekete szén. Amikor ez a folyamat még nagyon fiatal, és még jobban hasonlít a növényre, és kevésbé hasonlít a szénre, igen, még nagyon nagy szerves molekula darabokból áll, de már nem cellulóz, már nem enzim, már nem fehérje. Tehát kis ügyességgel talán még össze lehetne rakni ezeket a nagyobb szerves molekulákat, sejteket belőle. Igen. Nagy ügyesnek kéne lenni hozzá. Akin ezeket kiveszem a föld alól, és ezek a humin savak. És gyakorlatilag minden élő szervezet ebből épül fel, a mi szervezetünk is gyakorlatilag csak növényekből épül fel, mindegy, hogy hány lépcsőn keresztül fogyasztjuk el, mert mi megesszük közvetlenül a növényt, de a növényevő állat megeszi a növényt, mi megesszük az állatot, és a növényt eszünk meg, igen, gyakorlatilag csak egy közvetítőn keresztül, a ragadozó megeszi a növényevő állatot, mi megesszük esetleg a ragadozót, akkor is növény csak a harmadik lépcső után fogyasztjuk el, tehát a mi szervezetünkben is azok az elemek fordulnak elő, amit a növények a talajból össze tudnak gyűjteni, más nem nagyon. A növények vannak arra kitalálva, hogy a szervetlen anyagokból, szervetlen atomokból, molekulákból szerves molekulákat építsenek fel. Ez olyan sok energia kell, hogy nem is marad energiájuk arra, hogy közlekedjenek, beszéljenek, gondolkozzanak, bármi más csináljanak. Az ő általuk összegyűjtött rengeteg energiát nagyon olcsón megkapják a növényévő állatok, és megkapjuk mi is, amikor ezeket elfogyasztjuk, és nekünk már marad arra fölös energiánk, hogy gondolkozzunk, és más dolgokkal is foglalkozzunk. Ez így csúnyán hangzik, de ez az igazság. Hiába adok neked szenet, nitrogént, oxigént, nem fogsz tudni szerves molekulát építeni belőle, erre a növények vannak kitalálva. A növények a földből felszívják az összes mikro- és makroelemet, és a evolúció során a mi szervezetünk is azokhoz a mikro-makroelemekhez szokott, azokat tanulta meg használni, azokból építkezett.
amit a növények a talajból fel tudtak szívni. Mi hiába ettünk vasat, rezet, túl sokat nem érünk vele. Azt a szerves formában, hogy a növények szívták fel a talajból, úgy kell elfogyasztani. A modern mezőgazdaságnak köszönhetően nagyon-nagyon sok minden hiányzik a növényekből és az állatok húsából is. Tehát nagyanyánknak elég volt mondjuk 2 almát megenni egy nap, nekünk 4 kilót kéne megenni, hogy ugyanannyi vitamint, mikroelemet vigyünk be a szervezetünkbe. A műtrágyával, különböző trágyázanyagokkal nagyon sok mindent vissza tudnak pótolni a talajba, de én még arról nem hallottam, hogy valaki megnézte volna, hogy a földben mennyi molibdén van szerves kötésben, és azt vissza bepótolna, hogyha hiányzik. Ilyenekkel senki nem foglalkozik. Ez mind hiányzik a növényekből. Ezek a huminsavak, amikkel édesapám foglalkozott, és most már én is, ezek minimum 10 000 éve, de inkább valahol 10-től 60 000 éve vannak a föld alatt, vagy kicsit még régebben. Akkor az ember még nem fejtette ki áldásos közelműködését, még nem tetettünk le a környezetet. Az akkori növényekben még sokkal jobban, sokkal nagyobb százalékban megvoltak ezek a mikro-makroelemek. Akkor egy növény kinőtt a földből, amikor elpusztult, belerohadt a földbe ugyanott, ahol ő élt, és a következő generáció az ő hamvain nőtt fel, sokkal könnyebben tudta felszívni ezeket a tápanyagokat a földből. Most már lekaszáljuk a termést, és elviszük akár egy másik kontinensre is, és nem jut vissza a földbe ugyanaz, amit már az a növény kiszedett onnan a talajból. És ezek a huminsavak, ezek pontosan ugyanabban a százalékos arányban tartalmazzák ezeket a mikro-makroelemeket, mint amikre nekünk szükségünk van. Minden nekünk lenne optimális, ugye? Pontosan, igen. Pontosan. És te ezekből a huminsavakból készítesed csokoládét? Igen, a csokoládé az én ötletem volt, mert próbáltam először kapszulát, tablettákat készíteni, szokványos táplálékkiegészítőt ebből, de én szeretek jól élni. Én nem szeretnék úgy élni, hogy reggel két kapszulát, ebben 3 piros kapszulát, egy pohár vízzel megenni. Igen. Én szeretnék csokoládét enni, sztéket enni, rántott csirkét enni, pörköltet, nokedli, a jó dolgokat, a finomságokat. Uh-huh. Ezért találtam ki azt, hogy csokoládéba keverem bele a huminsavat, hogy nem kapszulába csomagolom, hanem csokoládét használok csomagolóanyagnak, és ha már csoki, akkor a legjobb minőségű kakaóból egy nagyon finom gurmé csokoládét csinálni. Uh-huh. Azt a fajta kakaóbabot, amiből ez a csokoládé készül, azt szerintem multivitaminok helyett kéne árulni gyógyszertárakban, mert természetes formában eddig több mint 800 ember számára rendkívül fontos vegyületet mutattunk ki belőle, vitaminokat, antioxidánsokat, flavonoidokat, egy igazi vitaminból. Koenzimeket gondolom. Mindent az égvilágon, minden van benne, nagyon-nagyon széles a skála. Az egyik legmagasabb vitamintartalmú anyag a kakaóbab, hogy erre vigyáz az ember, hogyha jó minőségű kakaóbabot használ, és úgy dolgozza fel, hogy az ne veszítsen az értékéből, tehát alacsony hőmérsékleten, finom, jó eljárásokkal, vegyszerek nélkül, akkor nagyon jó csokoládét lehet vele készíteni. És a közhiedelemmel ellentétben a csokoládé nem hízlal. Nem úgy nem hízlal, hanem van még a palettán, azt nem beszéltünk róla, gyártunk több mint 200 fajta különböző csokoládét, van még fogyókúrás csokoládé is például, amit lelkiismeret fúrás nélkül nyugodtan lehet enni egy táblával tévőnyedés közben, és nem, hogy nem fog hízni tőle az ember, hanem fogyni fog tőle. Ezek a kakaó maga nem hízlal. Cukormentes csokoládék? Igen. Maltitól van benne cukor helyett, vagy nyírfacukor, attól függ, hogy melyik fajtáról beszélünk. A kakaó fánterem miért hízlalna? Pont olyan, hogyha diót ennénk, mogyolót, vagy... De inkább az adalékanyagok károsak az olcsó csokoládékban, meg a rengeteg cukor, amit beletesznek, vagy nem tudom, valami... Hol lehet ilyen csokoládéhoz hozzáférni? Hát nem sokára gyógyszertárakban. Most még nem lehet hozzájutni, például még... Hát most a kísérleti gyártás folyik, és... Ami nagyon fontos lenne, mesél nekem, vagy a nézőnek, hogy mit tapasztaltál a patkányoknál, amikor ezeket a savakat kapták meg. A huminsavak tesztelése, akkor még édesapám még nagyon sok állati és emberi kísérletet végeztek. Az egyik, ami te most próbálsz kihúzni belőle, hogy meséljem el, ez egy nagyon érdekes kísérlet. Ez azért fontos, mert a patkának a genetikája nagyon közel az emberéhez.
Igen, és a másik az, hogy az ilyen állatkísérletek azok teljesen objektívek, hiányzik belőlük a szubjektivitás, mert az állat viselkedését azt teljesen objektíven lehet figyelni. Benn van egy ketrecben, és a kontrollcsoporthoz képes nézem, hogy hányszor, merre szalad, mit csinál, pontosan mérhető. Egy embernél, amikor az embert figyelik, vagy az ember tudja, hogy valami tesztet végez, az szubjektív az ember, az agyával befolyásolja magát, nagyon sok ilyen placebo hatás, vagy azt hiszem, hogy megkaptam a gyógyszert, és úgy viselkedem, mintha meggyógyultam volna. Patkányoknál ilyen nincs, mert ennyire nem tudatos tények. Aggasztján patkányokat etettek huminsavval, és visszajött a nemi vágyuk, elkezdték megint kergetni a nőstényeket, visszajött a nemzőképességük, újra utódokat nemzettek, és a kontrollcsoporthoz képest átlagban körülbelül egy harmaddal meghosszabbodott az élettartamuk. Ami hihetetlen. Most ez alapján nem merem azt mondani, hogy minden embernek adunk 10 extra évet. Uh-huh. Azért ezt így nem lehet kijelenteni. Gondold meg, az embernek a genetikája 120-140 évre van programozva. Mi azért érünk 70-80 évet, mert az életen keresztül folyamatosan mérgezzük magunkat, illetve nem visszük be azokat az anyagokat a szervezet, amire szükségünk lenne, ugye? Most arról van, amiről te beszéltél. Hát ha belegondolsz, nem akarom bántani az orvosokat, és tényleg szükség van a modern gyógyszerekre, itt nagyon sok éssel és haval kezdődő mondat van. És én lehet egy kicsit lejjebb húzom meg a határt, mint egy átlag ember, hogy meddig szeretnék használni modern 20. századi nyugat-európai módszereket, gyógyszereket, orvoslást, és meddig hagyatkozom a természetet, ha belegondolsz. 150-200 évvel ezelőttig nem voltak modern gyógyszerek, nem voltak modern kórházak, és az evolúció évmilliókon keresztül köszönjük szépen nagyon jól megvolt antibiotikumok, különböző gyógyszertnék. És mondom, itt nagyon sok olyan mondat van, hogy és ha, és vannak az esetek, amikor feltétlenül szükség van rá, de én meghagynám ezt a nyugati orvoslásnak a gyógyszereit és kezelési módszereit azokra az esetekre, amikor tényleg nincs más lehetőség. Én azt mondom, hogy a lehető legtöbb dolgot, amit csak lehet, természetes úton kell vagy kéne kezelni, sőt nem is kezelni, hanem inkább megelőzni. Megelőzésre kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, mert könnyebb egy bajt megelőzni, így van, mint utána dolgozni rajta és kezelni magunkat. Hát kedves Gyula, most egy elég kimerítő jó órás előadást tartottál itt nekünk, teljesen más dolgokról, de mindenket az egészségünknek a javát szolgálja, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, itt voltál. Köszönöm. És hogyha lesz a fejlődésben további eredmény, akkor legyen kedves, hogy számolj nekünk be. Hívtok bármikor, jövök nagyon szívesen. Köszönöm.